Hagyományosan minden évben áprilisban veszi kezdetét a versenyhorgászat a Baloktanya Horgásztó és Pihenőparkban a Csongrádi úti elkerülő szakasz mellett. A nagy népszerűségnek örvendő tóhoz a félegyháziak mellett az ország távolabbi csücskeiből is érkeztek horgászok. A folyamatosan fejlődő és szépülő környezetben ezúttal 45-en mérték összetudásukat. Az előkészületek az nagyban zajlott, mivel hogy őszi és tavaszi telepítések voltak, majd várjuk az eredményeket, hogy mi lesz. 45-en vagyunk, nevezett versenyzők. Ebből 250 km kilométerről jöttek a legmesszebbről, akik már hajnalok hajnalán itt voltak, és jól érzik magukat, mondták, hogy továbbra is szeretnének jönni, de a környék minden részéről, a Lajos Mizsétől Kedve Felgyőig, Csongrád, Kiskunfélegyháza, ezek a versenycsapataink. Az időjárás egy kicsit megint ezzel a fronthatással cáfolt, de a féderek azért jól működnek, úgyhogy fogás is van. A féder működőképesebb, mint a rakós. Mindig az ember bizakodóbb a versenyekre. Remélem, hogy egyre többen leszünk, mert most már nagyon sok versenyzőt le kellett mondanunk a helyszíke miatt. Reméljük, a következő páros versenyünk az teríthet lesz szintén, ami június 25-e, azt hiszem, de a Facebookon fönt van és már, már sokan jelenkeztek, úgyhogy várjuk továbbra is a jelenkezőket. Az élmezőnyben szoros csata alakult ki. A dobogósokat alig kevesebb, mint egy kiló választott el egymástól. Idén a tavalyi második László Zoltán nyert 16,72 kg-mal, őt Horvát Varga Péter követte 16,27 kg-nyi összfogással. A harmadik helyet Herceg József szerezte meg 15,86 kg-val. A legnagyobb hal ugyancsak Herceg Józsefnek akadta horgára egy 9,8 kg nyi pont formájában. A szezon páros versennyel folytatódik júniusban a baloktanyán.